Pa mislim, utakmica je bila vrlo interesantna. Úgy gondoljuk, hogy a mérkőzés nagyon érdekes volt? Mislim da smo mi bili ti koji smo prije Ferencvarosa imali čak dosta šansi i dosta poluprilika. Na kraju je bio Ferencvaroš koji imao jednu fantastičnu šansu gdje je naš golman odlično odreagirao. Mogu biti zadovoljan sa ovim bodom jer ipak smo prvi koji smo uzeli bodove Ferencvarošu. Úgy gondoljuk, hogy itt a Ferencvárosnak a utolsó 15 perces nagy nyomása előtt azért nekünk voltak kontráink, lehetőségeink, félhelyzeteink, amit lehetett volna értékesíteni. Utána az utolsó 15 perc az elég nehéz ott kivédekezni volt, a Pogacsicsnak egy óriási védése is, de mindennel összességében elégedettek vagyunk, és tehát mégis örülhetünk, ugye, meg büszkék lehetünk magunkra, hogy mi tudtuk megállítani a Ferencvárosnak a győzelmi sorozatát. Ferencvaros je bio taj koji je vodio igru, koji je cijelo vrijeme napadao i pritiskao. Međutim, u prvom poluvremenu nisu imali, mislim da čak niti jednu šansu nisu imali, dok mi nismo iskoristili naše šanse. Mislim da smo bili malo konkretniji što se tiče šansi, ali ovo je nogomet i mi smo prezadovoljni sa bodom. A Ferencváros volt a kezdeményezőbb, és az ő akarata érvényesült, főleg az első fél időben. De gyakorlatilag mondhatjuk az egész mérkőzés folyamán, de mégse tudott konkrét nagy helyzeteket kialakítani az első fél időben, kivéve itt a mérkőzés vége felé. Talán, hogyha itt a befejezéseknél még egy kicsit határozottabbak lennénk, akkor jobb eredményt is elérhettünk volna, de nagyon elégedettek vagyunk így is az egy ponttal. Ja, ich denke, dass wir heute kein gutes Fußballspiel gemacht haben. Azt gondolom, ha nem jó mérkőzést prezentáltunk. Wir haben einfach zu viele einfache Ballverluste gehabt. Túl sok könnyű labdát veszítettünk el. Wir haben das, was mir überhaupt nicht gefallen hat, ist unser Durchsetzungsvermögen im Offensivbereich. És ami nem tetszett egyáltalán, a támadások során gyakran túl kevés erőt képviseltünk. Das, was wir immer ganz gut machen, ist, dass wir vernünftiges Positionsspiel haben, dass wir wenig Torchancen haben, mal die ein oder andere Kontersituation ausgenommen. Amit jól hajtottunk végre, az, hogy jól helyezkedtek a játékosok, kevés lehetőséget hagytunk az ellenfél csapatának, hogy kapura lőjön. Mir fehlt der absolute Wille in der Nähe vom 16er, gerade dann auch in der letzten Linie. Dort unsere Aktion zu haben, vielleicht mal den einen oder anderen Freistoß auch rauszuholen. Das ist das, was zu wenig ist. Amit hiányoltam az a 16-oson környékén, illetve annak a vonalában, hogy nem láttam azt az erőt, illetve azt az akarást, az utolsó akció, az utolsó paszt befejezni, akár egy szabadrugást kiharcolni, ezt hiányoltam a mérkőzés során. Weil das reicht ja nicht aus, wenn du 75% Ballbesitz hast. Aber du hast kein richtiges Durchsetzungsvermögen, wenn du auf der Seite dich durchgespielt hast. Und wir haben 4, 5 Spieler im Strafraum drin, die auf den Ball warten. Und er bleibt jedes Mal am ersten Spieler vom Gegner hängen, weil wir ihn nicht hoch genug spielen. Dann sieht das einfach nicht gut aus. Nem elegendő az, hogy 75%-ban birtokoljuk a labdát, átküzdjük magunkat a pályán, és akkor a 16-oson belül van 4-5 játékos, csak azért nem jut el hozzájuk a labda, mert nem tudjuk eléggé magasan beadni, rögtön az első védekező emberen fennakad a labda, és ezáltal nem képviseljük azt az átütő erőt, és ez az egész játékkép gyakorlatilag emiatt nem nézett ki túl jó. Am Ende musst du dann nachher auch immer froh sein bei solchen Spielen, wenn du nicht richtig drin bist im Spiel, dass das Spiel dann auch 0-0 ausgeht, weil oft ist es dann so im Fußball, dass man noch irgendwie ein blödes Gegentor bekommt und ja, wir nehmen den Punkt mit, überhaupt kein Thema, aber wir müssen wieder mehr investieren in der nächsten Woche. És az ilyen mérkőzések során a vége felé pedig örülni kell, hogy egyenlő lett az állás, mert nagyon gyakran előfordul, hogy valamilyen szituáció kapcsán mégis kapunk, vagy lehet kapni egy gólt, úgyhogy örülünk ennek az egy pontnak, de természetesen a jövőben többet kell befektetnünk a saját játékunkban. Nehogy félreértsék, én elégedett vagyok ezzel az egy ponttal is. Elégedett vagyok avval a 28 ponttal, amivel rendelkezünk. Aber ich bin nicht zufrieden, wie wir heute gespielt haben. De nem vagyok azzal elégedett, ahogyan ma játszottunk.